Ezeket a videókat már csak azért készítem, hogy az emberek, akik nézik, kérdéseket tegyenek fel maguknak azzal kapcsolatban, hogy mi is az, amit hisznek, mi is az a, milyen is az a világ, amelyben ők azt hiszik, azt gondolják, hogy élnek. Én nem akarok bizonyítani semmit, nem akarok nevetségesíteni senkit. A képek magukért beszélnek szerintem. Ezen az első képen például az aranyszínű alufóliával borított serpenyők, amelyek ugye a holdjárónak a lábait képezik, illetve ez a néhány doboz, ami szintén aranyszínű alufóliával van bevonva, ez ugye a, ami állítólag átszelte az űrt és leérkezett a holdra, hogy hogyan azt igazából senki nem tudja, de ez valami, amin érdemes elgondolkodni, hogy hol van ez az alufólia, vajon hol lehet szert tenni ilyenre. Itt van még egy érdekes kép, ami ugye azt mutatja, hogy ez a holdjáró, vagy akármi is ez egészen ugye a holdnak a szélén állt meg gyakorlatilag, és a horizont mintegy 5 méterre van tőlük. Itt van egy újabb érdekes kérdés ez a világító toronnyal kapcsolatban, hogyha a Föld állítólag görbül, vagyis hát lefelé lejt, vagy hajlik, vagy mit tudom én, hogy hívják. Ez elkerülhetetlen. Mindenki, aki azt mondja, hogy ez rövid távon nem érzékelhető, az nem érti azt, hogy hogyan működik ez a dolog, és érdemes utána nézni. Erről nagyon sokszor volt már szó, akár itt is a csatornán, a különböző videókban. Ez sajnos nem lehet kikerülni, hogyha a görbül, akkor az azonnal elkezd kezdeni görbülni. Persze lehet azt mondani, hogy nagy, meg hosszabb távon látszik, meg így, meg úgy. A lényeg az, hogy görbületnek lennie kell, úgyhogy amennyiben egy világító torony az, amit megfigyelünk egy hajóról, akkor az természetesen sokkal jobban funkcionál egy lapos felületen, amilyen tulajdonképpen a Föld, mint egy gömbön. Ezt jól láthatjuk erről az ábráról is. Amennyiben a világítótorony 30 mérföldre van a hajótól, tegyük fel a világítótorony 40 méter magas, és a hajó fedélzetéről szemléljük azt, ugye 40 méter magas, 50 kilométerre van, akkor az azt jelenti, hogy 22,5 kilométerre van maga a horizont, és 60 méterre található ez a horizont alatt. Annyit hozzátennék, hogy a szemmagasság ugye az a mi fordítva adom meg, mert ugye arra nincsen lehetőség, hogy a célnak a magasságát megadjuk, úgyhogy 40 méter magasan vagyunk mi, az pedig 0 méter magasan végül is teljesen mindegy, így is úgy is 60 méterre lesz a felszín alatt. Ez az ábra nagyszerűen mutatja ezt, hogy a hajóról nem lehetne látni a világító tornyot, és ez mindössze 50 kilométer távolság. Vannak egyes információk, melyek szerint 100-150 km is lehet látni a világító tornyokat. Ez egy újabb ábra ezzel kapcsolatban, ahogyan a fény ugye követi a gömbnek a felszínét és elutazik egészen a hajóig, illetve ahogyan ez valójában működik egy lapos felszínen. Ha visszakanyarodunk ehhez a holdjáró dologhoz, ami persze egy vicc, nyilván ők ezt tudják, attól függetlenül, hogy az emberek többsége ezt komolyan veszi. De, hogy hogyan juthatott el ez a papírlapokból és alufóliából összetákolt valami, amit itt tisztán láthatóan dobozokból vágtak ki, az egy rejtély. De ez az, amit a legtöbb ember hisz, és ez az a világ, amiben a legtöbb ember él, és valamennyien éltünk egyszer. Itt van nagyban ez a kóceráj, amit csak azért, hogy lássa mindenki, hogy ezt nem én találom ki, hanem ez az, amit ők holdjárónak hívnak. Hát ez olyan, mint amikor gyerekek voltunk, építettünk magunknak egy ilyen kis bunkert, és abba játszogattunk az utcán, meg itt-ottam ott. És persze ez úgy landolt a holdon, hogy mindenféle becsapódási nyom nélkül, földet ért, gond nélkül, úgyhogy nem hullott szét az alufólia, a kartondoboz, meg ezek a színes lapok. De általában az a kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy minden bolygó gömb alakú, és a Föld lapos egyedül, akkor én azt kérdezem, hogy hogy lehetséges az, hogyha a vizet eltávolítjuk a bolygóról, akkor állítólag ez a torszülött jön ki belőle, és a miénk az egyetlen, amelyik ilyen torszülöttnek néz ki, az összes többi gömb alakú.
Valaki rákeres arra a szóra, hogy kém repülőgép, vagy spy plane angolul, akkor meg fog találni ilyen járműveket, mint ez, vagy például ez, de azt hiszem ez egy másik nézőpontból, ugyanez a repülőgép. De a kérdés az, hogyha több ezer műhold kering a Föld körül, és minden négyzetcentiméterét látják a Földnek, akkor minek kell kém repülőgép valójában? Ezt csak érdekességképpen mutatom meg, hogy ez a NASA-tól van-e vagy sem, azt nem tudom. A lényeg azonban nem az, a lényeg az, hogy amennyiben ezt meg lehet csinálni, úgy teljesen fölösleges azt mondani, hogy ezt a videót láttam, hogy ilyen élő, vagy olyan élő, vagy ilyen fénykép, vagy olyan fénykép. Ez tényleg vicc kategóriába tartozik, de azért megmutatom, ez ugye Florida az űrből idézőjelvetéve, ami ugye elfoglalja a földgolyónak az egyötödét. Tulajdonképpen akkor lett Florida. Ezt az állítólagos felvételt, vagy fotót a NASA egyik űrjárműve készítette 1998. október 31-én. Ez ugye Florida földrészt mutatja. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!